Car. Tudok táncolni? I can dance. Miért szerezte a tanszobára járni? Mert itt segítenek nekem nagyon sokan, és ha nem értek valamit, azt is. És lényeménél is lehet lefelelni, ha mondjuk tanulni kell valamit, és ha nagyon jó, akkor az beírja a jegyet, és így nem kell a tanárra felelni. És itt csendesebb is, mint otthon, és itt is segítenek, mert otthon nincs senki. És a gépek között. Igen. Itt vagyunk, hát az a kettő között. Igen. Ti vagyok én, érted? De azt mondja, hogy a gépárt, és utána nem tudnak tudni csípni, és a gépárt mellett van. Érted? Madarak vannak itt a legnagyobb, érted? Large cage next to café, birds. Látod, hogy a long building behind the café, snake, ez tök jó. Ez a kettő, de rád nézett, de a between the fish and the elephants. Elephants és a fish között, akkor ki van? Inzex, nagyon jó. Szeretném önöknek bemutatni Juhász Emília kolléganőmet. Ő a felsős vegyes napközinknek a csoportvezetője. Most éppen egy foglalkozásra toppantam be, és készítettem a felvételeket. Ez most nem a felvétel kedvéért van csupán ilyen rend, hanem akárhányszor betoppanok, ilyesmit tapasztalok. Hogy alakult ki az, hogy ilyen munkafegyelemmel és rendben tanulnak itt délután is a diákok? Hát ezt magam sem tudom igazán. Kialakult ez egy jó társaság. 2-3 év. Vezetem a tanulószobát, és ez valóban az egyik legjobb csoportom. 30-31-en vagyunk, és 26-27-en mindig jelen vannak. 4 óráig szinte folyik a tanulás, 3 órakor van egy uzsonnaszünet, és tényleg kialakult, hogy írásbelit, és mind a szóbeli házi feladatokat megcsinálják. Több évfolyamból vannak, A, B, C osztályok, és 6., 7., 8. évfolyamból is vannak. A memoritereket és a különböző szóbeli feladatokat felmondhatják nekem, és az osztályzásra is kerül, tehát értékelésre kerül, és ezt nagyon szeretik. És idegen nyelvekből, tehát angolból és németből pedig szakszerű segítséget tudok adni nekik, úgyhogy ezt is szokták szeretni. Nagyon szépen köszönjük, hogy ez a csoport így kialakult. A létszám töretlen, nem fogynak, hanem egyre többen lettek, időnként alig bírjuk őket leültetni. Köszönjük szépen! Virág, az előbb jelentkeztél. Miért jelentkezel? Mert hát itt a tanszobán ugye Léa mindig segít, és akkor most úgy nem értem, hogy az ember, és akkor mindig segíteni szeretném.
És angol, és Lia néni miért tud segíteni az angolban? Mert olyan kis Thank you.